Köszöntöm a karl rádió hallgatóit és a YouTube csatornánk nézőit! A Brüsszelre jellemző összvér megoldás született a Magyarországnak járó uniós források ügyében miközben az Európai Bizottság elfogadással javasolja a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítésére kitalált helyreállítási tervet, és szorgalmazza az Európai Tanácsnál a partnerségi megállapodás megkötését az uniós felzárkóztatási források folyósítása érdekében. A pénzek kifizetésének további felfüggesztését is kezdeményezi noha hivatalosan a tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bizottság között zajlanak, sokan érdekeltek abban, hogy a jogi szempontokon túl politikai elvárások is érvényesüljenek Magyarországgal szemben. A döntéshozatali folyamat pénzügyi, jogi és politikai oldaláról lesz szó mai számadóban. Vendégeim Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász professzor, üdvözlöm, és Szikra Levente az Alapjogokért Központ elemzője. Jó napot kívánok! Kezdjük a közgazdasági vonatkozással. Milyen üzenetei voltak a múlt heti döntésnek? A piacok hogyan reagáltak? A piacok meglepően jól reagáltak erre a felemás brüsszeli megoldásra, annak ellenére, hogy a magyar kormány, a magyar társadalom nincs abban a helyzetben, hogy pesgőt bontson, illetve petáltákat lőjön föl, mert egy felemás megoldás született a brüsszeli bürokrácia részéről. A a forintnak volt némi kilengése, de azt a kritikus 440-es sáv felé nem nagyon mozdult, de 410 nál meg, megállt, és hát a részvénypiac sem változott meg alapvetően, tehát az árfolyam is a részvénypiac is úgy rendben volna, azonban nem jó üzenet az, hogy elfogadták a ugyan a magyar helyreállítási tervet, de... Erre azért pészeka... vártunk egy bő évet. Bő évet vártunk, de hát még a, egyúttal be is jelentették, hogy a folyósításnak a felfüggesztését is javasolják. Ez a reziliencia és újjáépítési alapot illeti, a másik pedig a, a felzárkózási pénzek, tehát ami a 7 éves költségvetéséből jönne az Európai Uniónak, ott pedig a kétharmadát zárolni javasolta a brüsszeli birokrácia. Tehát, tehát nem jó hírek, de ennek ellenére a forintot különösebben nem lengette ki, tehát már, már a nem jó hír is jó hír Magyarországon a, e tekintetben. Elméletileg évvégéig döntés születhet, legalábbis december folyamán. Hát én pont ezért azzal kezdeném, hogy talán az összfér megoldás kifejezésből az összfér igaz a megoldás még annyiból nem, hogy ez egyáltalán nem a vége ennek a történetnek. Ugye alapvetően három releváns szálon fut ez az egész vita, ami az Európai Bizottság és Magyarország között most már egy ideje zajlik. Az egyik szál az maga a kondicionális mechanizmus. Ugye ennek a keretében történt meg az a javaslat, amiről a héten fog dönteni minden jelenleg információ szerint a tanács, tehát a pénzügyi miniszteri tanács fog dönteni Na, a bizottság elnézést, hogy a szavába vágok, lépjünk hátrébb, mert az átlag hírolvasó, illetve hírfogyasztó is szerintem nehezen értelmezi ezeket a fogalmakat, hogy mi történik. Van a koronavírus járvány, illetve volt a koronavírus járvány, és erre döntött az Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállamai, hogy hitelt vesz föl. Ez a helyreállítási csomag, igen, ez a második most... száll lesz majd Értem. a történetben. Tehát hogy az első szál a kondicionatási eljárás, ez elvi szinten minden pénzre vonatkozhat, de a Magyarországra vonatkozó javaslat az csak a kohéziós alapra vonatkozik most. Ugye a kohéziós alapon belül vannak az operatív programok, és az operatív programok közül háromnak a 65%-áról van szó, ami az összes Magyarországnak járó pénznek az egyharmada körülbelül. Tehát a lényeg az az, hogy, hogy van a kondicionatási eljárás, ami csak a kohéziós alapoknak vonatkozó felfüggesztés tartalmaz, van a második szál, a helyreállítási alap, ami valóban, hogy a koronavírus járványt követően került elfogadásra, itt fogadta el most a bizottság a magyar tervet, és a mérföldkövek ide tudnak vonatkozni. Tehát erre a erre az alapra a mérföldkövek tudnak vonatkozni, amiről a múlt héten a sajtóban sok szó esett, ugye ezek a konkrét kifizetésnek a feltételei. A 17 a... pont, amit vállaltunk. Nem, a, a 17 kormány. pont az a kondicionalitási mechanizmusban van, ugye az, a, az az első szál, és még egyszer mondom, az csak a kohéziós. Tehát a helyreállítási alapot nem érinti a 17 pont, és nem érinti a kondicionalitási mechanizmus, a helyreállítási alapot érintik a mérföldkövek. És a harmadik szál, ugye a kohéziós alap, vagy a rendes 7 éves költségvetés, aminek szintén most indul az új 7 éves költségvetésnek az az első időszaka, és erről kell megállapodni még ide, a partnerségi megállapodás lesz a kulcs szó, amit ugye Navracsis miniszter úrnak a nyilatkozatai alapján idén várhatóan sikerül majd aláírni. Tehát van a feltételességi eljárás, ami Összességében a pénzek felfüggesztésére vonatkozik, de Magyarország esetében csak a kohéziós alapok esetében javasoltak felfüggesztést. Van a helyreállítási alap, aminek az általános feltétele teljesült, mert a tervet elfogadta a bizottság, most már a konkrét kifizetések egy másik kérdés, és van a kohéziós alap, ahol pedig minden más pénz jönni fog, amit nem függesztenek fel most holnap. Tehát ez fontos, hogy azért ezt is szögezzük le, hogy a pénzek kétharmada tehát érkezni fog a kohéziós alapból is, és csak az egyharmad az, amit amit felfüggeszteni javasol a bizottság, és a felfüggesztés is később fel lehet oldani. Tehát ez a három fő szál, és aztán meglátjuk, hogy pontosan milyen döntések születnek. A holnap az biztos, december 5-én beszélünk, és hát több dátum is felvetődött december folyamán, hogy mikor születhet döntés az uniós pénzek a hazánknak járó uniós pénzek tekintetében. Így van, ugye holnap fog ülésezni az Európai Uniós Pénzügyminisztereknek a tanácsa, ezt ECOFIN-nek szokása a brüsszeli zsargonban rövidíteni. Ez a, ez a szervezet fog dönteni arról a javaslatról, amit a bizottság letett a felfüggesztés vonatkozásában. Ennek a holnapi napi rendjén most adás előtt is megnéztem, szerepel Magyarországnak a kérdése, tehát valószínűleg holnap döntés fog születni, igen. Az európai nemzetek, a tagállamok, hogy állnak hozzá ehhez a döntéshozattali folyamathoz, ami Magyarország, illetve az Európai Bizottság között történik, hiszen az ő szavazatukra is számít az Európai Tanács illetékes szervezete, vagy az állam és kormányfők testülete, attól függ, hogy hol születik meg. Nagyon különböző féleképpen állnak hozzá a tagállamok, de alapvetően nem folynak bele. Tehát a tagállami kormányok részéről vagy passzivitást, vagy támadást tapasztalhatunk Magyarország vonatkozásában. Ugye nyíltan Magyarország mellett talán egyedül Lengyelország áll ki, illetve most fog először kiderülni, hogy az új olasz kormány miként szavaz az európai döntéshozatali fórumokon. Ez ki fog derülni, hogy mennyire lehet rájuk számítani magyar szempontból. Tehát a tagállamoknak ugye van egy csoportja, akik minden áron Magyarországot Móresre szeretnék tanítani, ezek nyilván főként a skandináv, Benelux országok, tehát azok az országok, amelyek Európán belül minden tekintetben liberálisabbnak számítanak, és van egy olyan csoportja az országoknak, amik próbálnak radar alatt maradni, én úgy látom, tehát próbálják elkerülni, hogy ők legyenek a következők. Ezt nem nyílt ellenállással teszik, hogy megtörjék a brüsszeli akaratot, hanem próbálnak éltanulóként inkább csöndben maradni. Tehát az, hogy konkrétan ki fog, hogy fog szavazni, az egy valóban érdekes kérdés lesz a holnapi napon. kérdés az, hogy lesz-e blokkoló kisebbség a bizottság javaslatával szemben, ami egyébként teszem hozzá nem feltétlenül érdeke Magyarországnak sem, mert akkor újra visszakerül a bizottsághoz a történet, és tovább húzódik. Tehát lehet, hogy jobban megérni Magyarországnak, hogyha elfogadnák ezt a bizottsági javaslatot, hiszen a felfüggesztés később még fel lehet oldani, tehát ez nem egy végleges forrásvesztés Magyarország tekintetében, de arra is van lehetőség, hogy a tanács módosításokat fűzön hozzá tehát mondjuk csökkentse a Magyarországnak járó felfüggesztés mértékét, Magyarországra vonatkozó felfüggesztés mértékét, tehát sokféleképpen eldőlhet ez a történet, viszont holnap valamilyen szintű haladás lesz a dologban. Lépjünk hátra, két lépést, és a történeti síkot is egy kicsit tegyük át. Uniós pénzek befizetése, kifizetése, ez azért nem feltétlenül mindennapi téma. 2004-ben amikor mi csatlakoztunk másik kilenc tagállammal, mibe állapodtunk meg? Mennyi a befizetés, amit mi az uniós közös kasszába teszünk? Hogyan kapunk pénzeket? Hát ez elég nehéz megmondani a egy jelleget, hogy mennyit fizetünk be, meg mennyit kapunk, mert a Magyarországnak az Európai Unióval, illetve jogelőgyével, az Európai Gazdasági Közösséggel a kapcsolata, a pénzügyi tranzakciók nem 2004 be kezdődtek, hanem jóval korábban. 1991-ben a Magyarország Magyarországgyűlés kifejezte azt a szándékát, hogy csatlakozni akarunk az európai gazdasági közösséghez, ami 1994-ben ratifikálásra is került, és hát Magyarország lényegében a 90-es évekből a Európai Uniónak az erőcsatlakozási alapjaiból folyamatosan részesült így a Fárszapárd ISPA segélyekből, de ennek az volt a feltétele már magának az egész előcsatlakozási folyamatnak, hogy Magyarországa Kopenhágai kritériumokat magára vállalta, nem is tehetett volna mást. Ez azt jelenti, hogy piaszgazdaságot hoz létre, intézményi rendszerét úgy alakítja át, a támogatásokat leépíti, tehát azokat az intézkedéseket, amivel egy nemzeti kormánya belső piacait, belső termelőit védhetné, azoknak a leépítése ott a 90-es évek elejétől el is indult. Ennek az lett a következménye, hogy a magyar ipar, a magyar mezőgazdaságnak az öme ott tönkre is ment, tehát nem bírták a versenyt a nyugati termelőkkel. Aztán hát ez 10, 14 évig azt kell mondjam, hogy húzódott ez a folyamat. Tehát 2004-ben lett Európai Uniós csatlakozás. Na most én számokkal nem operálnék, mert más a, más a pénznek, még ha dollárba vagy euróba fejezzük is ki az értéke. Én azt mondom, hogy Magyarország ha pénzügyi egyenleget nézek szigorúan, akkor Magyarország több pénzt kap az Európai Unióból, mint amennyit oda befizet. De a 90 és 2004 között azonban a csatlakozás reményébe mi feladtuk a, a belső gazdaságunknak a védelmét, és ez az, azt is hozta, egyrészt, hogy tönkrementek a magyar cégek, másrészt pedig az, hogy ebbe a piaci térbe meg abba a piaci térbe, amit egykor az állami magyar ipar ellátott külföldi piacokra. Bejöttek a külföldi, nyugat-európai, észak-amerikai működőtőke befektetők, meg pénzbefektetők, és hát a piacainkat megszerezték. Tehát itt Egyenleget vonni, én azt gondolom, hogy, hogy ha szigorúan pénzben nézzük, folyó pénzben nézzük, akkor mi többet kapunk, mint amit befizetünk, de ha hozzá kalkuláljuk azt, hogy a piacaink feladásával micsoda üzleti előnyt, lehetőséget adtunk a Nyugat-Európai térségből származó cégeknek, akkor én azt mondom, hogy nem is támogatást fizet nekünk az Európai Unió, még mindig, hanem csak törlesztést. De, mint elhangzott a műsor eddigi részében, ez is akadozva jön be Magyarországra ez a pénz. Tehát én, én, én a EU pénzekre óriási szükség van, és sajnos lenne, bocsánat, így fogalmaznék, de hát a esélye, esélye az továbbra is kétséges annak, hogy Magyarországra szükséges források megérkeznek. Annyi, hogy minél később jön létre ez a megállapodás, illetve a pénznek a lefolyósítása, úgy van a konstrukció kitalálva a reziliencia alapból, az újjáépítési alapból, hogy mindig kevesebbet fogunk kapni. Tehát mindig kevesebbet ír a támogatásnak az értéke. Az értéke, vagy itt dátumbeli? Hát Idős ugye... van, hiszen hogyha de... ez, ez évben még meg kötik az e a Szerződést! tehát megvan a megállapodás, akkor nincs forrásvesztés. Igen, ugye a forrásvesztés az azt jelenti, hogy 65-70 a helyreállítási alapnak elveszett volna Magyarország számára, ha idén nem hagyja jóvá a bizottság a helyreállítási tervet. Ugye azt láthatjuk, hogy ezt sikerült elkerülni, hiszen a bizottság helyre jóvá hagyta ezt a helyreállítási tervet. Tehát dátum szempontjából az idén év végére kellett itt figyelni, de ez a kérdés már nem releváns. Illetve 2026 vége, amikor végi, amely a véghatárideje annak, hogy felhasználhatóak eze, ezek az összegek, de hát azért ez meg még odébb van. Hát azért hónapi napot még megvárnám, hogyha egyáltalán Nyilván, ugy, ugy, ugye mert ez csak egy javaslat volt? Tehát így van, a mind a kettő esetében, tehát a, a... a helyreálltási tervnek is, ez esetében kell még egy formális döntés mm. majd a tanács részéről, ez így van, és kelleni fog majd a kondicionatási eljárás felfüggesztés, pénzek felfüggesztéséről is egy szavazás a tanácsban. Tehát valóban a véglegességet azt semmiképpen sem nevezhetjük még, de mondjuk úgy, hogy jó reményekkel indul Magyarország a helyreálltási alap esetében, abból a szempontból, hogy forrásvesztés nem lesz, és és abból a szempontból is, hogy amit nem függesztettek fel a kohéziós alapból, azt viszont meg fogjuk kapni. Legalábbis ebben talán bízhatunk. Ugye a kohéziós alapnál nincsenek olyan mérföldkövek, amik a helyreállítási alapnál vannak. Tehát a helyreállítási alapnál tudnak a konkrét kifizetések esetén még visszatartani pénzeket, hogyha úgy látja a bizottság, viszont a kohéziós alapnál erre szűkebbek a bizottságnak a lehetőségei. Térjünk vissza a koronavírus gazdasági hatásait helyreállító, illetve azt mérséklődő alapra. Ez egy hitel. Van vissza nem térítendő része, és van hitel része, amit vissza kell fizetni. Ketyeg már ennek a törlesztő része? Egyáltalán a Magyarországnak járó forrás, az most hol van fizikailag? Hát van. Az kit gazdagít? Az kamatozik-e? E e ilyen laikus kérdések jutnak az ember eszébe ezzel a pénzzel kapcsolatban. Ennél tiszteltém, hogy jó kérdés, mert, mert tényleg az van, hogy az Európai Unió, amely arról volt nevetes, hogy olyan költségvetése van, hogy a nagyjából a bevételei megegyeznek a kiadásaival egészen 2021-ig, tehát egy ilyen pénzügyi költségvetési intézményként működött az most megdőlt, tehát a nemzetközi pénzpiacokról hitelt vett fel a Európai Unió. Na most nyilván hát a konstrukciót, én azt nem látom át, hogyan vette föl, de hát nyilván lejelentette az igényét, hogy mennyit kér a pénzpiacokról, és hát ilyenkor az van, hogy amit nyilván nem használ föl, ott egy rendelkezésre tartási utalék van, ez egy ilyen általános pénzügytechnikai banki szabály. Hát az Európai Uniónak fizetni kell, de én a véget azt nem aggódom, hogy ez a, ez, ez a pénz majd a végé, hogy ne költeni el az Európai Unió, tehát bármilyen konstrukciókat annak, annak alapján, hogy Ukrajnában háború van, ki fog találni, és hát nem volna jó az, hogyha Magyarország végleg kimaradna ebből a helyreállítási támogatásból, akár a támogatás, akár a hitel részéből, és esetleg ez a pénz Ukrajnába menne. Tehát meglehetősen, meglehetősen számomra ez a rész homályos. Tehát itt, itt bármi lehet, hogy bölcsekövét meg nem tartjuk zsebünkben, nem tudunk jósolni, tehát én, én, én itt óvatos lennék. Tehát itt, itt még bármi bejöhet. A lengyeleknek megszavazták, nem csak a helyreállítási tervüket, talán még a pénzt is megszavazták, de nem kapták meg, mert bizonyos jogi feltételeknek nem tesznek eleget. Tehát az Európai Uniótól jelenleg a helyzetben bármi kitelik. Annyi megjegyzést tennék ehhez hozzá, hogy ugye, ha jól emlékszem, a német kancellár vetette fel, hogy a helyreállítás alapból, ami pénzt nem használ fel az Európai Unió, azt esetleg át lehetne csoportosítani Ukrajna számára. Tehát vannak már ilyen javaslatok az asztalon. Megegyezném, hogy azok a tagállamok, amelyeknél már zajlik a helyreállítási alapnak a felhasználása, ott sem teljes a forrásnak a felhasználása, tehát nagyon sok európai ország van még, amely nem kapta meg az összes helyreállítási alapra vonatkozó pénzt. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a pénznek valóban valahol meg kell lennie az Európai Uniónak valamelyik számláján, normális esetben. Aztán kérdés, hogy pontosan ezzel ennek mi lett a sorsa. És hát ugye valóban azért a lengyel kérdés, amiről gondolom még fogunk majd beszélni a műsorban, az egy nagyon érdekes dolog. Most Magyarország, hogyha aláírja valóban a helyreállítási megállapodást a bizottsággal, amire mint beszéltük, most jó esély van, akkor ott fog tartani, mint Lengyelország, hogy van aláírt megállapodása, de még a pénzek nem érkeztek meg a számlára. És itt valóban hát egyfajta jogértelmezésinek is nevezhetjük a kérdést, ami felmerült a lengyel kormány és a bizottság között, mert a lengyel kormány azt állítja, hogy ők teljesítették a jogi feltételeket. Ott a, a legfelső bizot... bíróság egy kamera. Fegyelmi kamarája Fegyelme. valóban. Tehát ugye volt egy olyan fegyelmi kamara a lengyel bírósági Rendszeti ami bírókat tudott fegyelmezni, hogyha nem megfelelően jártak el bizonyos szempontból, és ez a fegyelmi kamara a Brüsszel értékelése szerint nem felelt meg a bírósági függetlenségre vonatkozó követelményeknek. A lényeg az az, hogy megállapodott Lengyelország és a bizottság, hogy ezt a kamerát eltörlik. Lengyelország a kamerát eltörölte, de az Európai Bizottság úgy értékeli, hogy ez mégsem megfelelő végrehajtása a dolognak. Tehát egyfajta jogértelmezési vagy annak látszó vita van Lengyelország és a bizottság között, és Magyarország esetében az a veszély el fenn, hogy ez megismétlődik, hiszen Magyarország is most például a, úgy, úgy értékeli, hogy mind a 17 pontot teljesítette, amit a bizottság kért tőle, és ehhez képest képest a bizottság most azt mondja, hogy Magyarország még nem teljesített mindent, ezért fenntartja a pénzek felfüggesztésére vonatkozó javaslatot. Tehát lényegében hasonló forgatókönyvet láthatunk a két ország esetében, és azon lehet majd elvitatkozgatni, hogy most akkor teljesítettük, vagy nem teljesítettük. Én azt látom egyébként, hogy Magyarország teljesített mindent, ami, ami elő volt írva. A bizottság mégis tulajdonképpen a saját szavát megszegve azt mondja, hogy ez nem így van. Ez egyébként számomra meg annak a bizonyítéka, hogy itt alapvetően politikai jellegű nyomás gyakorlatilag van szó, és nem igazából jogállamisági kérdésekről. A beszélgetésnek az elején egy kicsit én, tehát hogy tág fogalmaztam, és hát alapvetően abból indultam ki, hogy a brüsszeli bürokráciának az útvesztői azok kiismeretlenek, tehát, tehát akkor még egyszer ráfordulva erre az egész kérdésre, tehát azért itt csak arról van szó a reziliencia alapvonatkozásában, hogy az a helyreállítási terv, gazdasági értelemben vagy műszaki értelemben, tehát hogy mire fordítanánk azokat a pénzeket, az jó, nemesek a szándékok. De ezt el is, is en... ismerték, például elnézést, hogy szavába vágók olyanok szerepelnek ebbe a tervben, hogy például... Energiatakarékosság, környezetvédelem. Igen például pont, amit nagyon sokszor kifogásolna hmm. Brüsszelbe, hogy az orosz energia hordozóktól való függetlenedés, rendszereink diversifikálása, ez megvalósulna ebből a pénzből. Igen, igen megvalósulhatna, pénzből. Meg, nem megvalósulhat, megvalósulhatna. Feltételes igen, azt igen, hogyha ezek a oszlálunk. ominózus kötelezettségszegési eljárások meg szankcionálások, meg egyébként nem lennének, mint ahogy a kolléga is utalt rá. Tehát az, hogy tehát az angol, angol nyelven van a jövő időnek többféle álnyalatban való kifejezése, tehát én, de ugye magyarul beszélgetünk, én azt mondanám, hogy még sok-sok nap választ el bennünket attól, hogy ezeket a pénzek itt legyenek a Magyar Állam a számláján. Tehát még egyszer mondom, amiről szavaztak a reziliencia alap vonatkozásában az, hogy jók a tervek. Ez még ne, messze nem jelenti azt, hogy ebből lenne is valami. Jó Ilyen. lenne, jó lenne, ha lenne. Nyilván ez nemzeti érdek, most bal oldal, jobb oldal, polgári oldal, nem polgári oldal, ez társadalmi érdek, de hát sajnos, sajnos még. És meg hát ott a lengyel példa. Tehát ők ezt már rég aláírták. Igen. És itt jönnek be a mérföldkövek, tehát valóban ugye a tervnek a jóváhagyása, a tervről azt mondták, hogy rendben van, ez egy nulladik lépés mondjuk így a pénzekhez való hozzáférés esetében, Igen. és a helyreálltási alapról szóló rendelet, ami egy uniós, közvetlenül alkalmazandó jogszabály, ebben szerepel az úgynevezett mérföldkőnek a fogalma. Ezek a mérföldköveket úgy lehet, leírni közérthetően, hogy ezek olyan feltételek, hogy ha ezt elérte a tagállam, akkor lehet a konkrét utalást megvalósítani. A mérföldköveket egyébként a helyreállítási elv ta terv tartalmazza. Tehát ott ez szerepelnek, hogy Magyarország... Tehát az 17 pont, amivel nem, kapcsolatban. A 17 egyéb... pont még egyszer az a kondicionálitási eljárás, teljesen másik eljárás, és kifejezetten a kohéziós alapot érinti. A mérföldkő az pedig a helyreállítási alapot érinti. Ezeket még nem vagy nem nagyon ismerjük nyilván mert a tervnek a teljes verzióját még nem hozták nyilvánosságra, de a helyreállítási terv tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket a bizottság számon kérhet Magyarország esetében a konkrét utalás kapcsán. Tehát ezt majd a közeljövőben meg fogjuk valószínűleg ismerni, és ez itt, itt vannak tényleg azok a veszélyek, ami a jogértelmezés kapcsán az előbb fejtegettem, hogy a bizottság azt fogja mondani, hogy ezt a mérföldkövet Magyarország nem teljesítette, Magyarország meg azt fogja mondani, hogy dehogy nem. Tehát innentől fogva, ugye a, a helyzet az egy nehezen feladható kérdés, azzal a megjegyzéssel, hogy a kasszakulcs az Brüsszelnél van. A jogászok valószínűleg nagyon sokat fognak erről beszélni, de akkor megint visszaugorva az időbe. 2004-ben vagy azt megelőzően a társulási szerződésbe világosan le vannak írva, hogy mi az, ami Brüsszel feladata, vagy mi az, ami az Európai Uniós hatáskör, és mi az, ami magyar hatáskör. Nagyon sok olyan követelés van, akár például csak a magyar jogrendszerre vonatkozóan, ami nemzeti hatáskörbe. Annak meghatározása nemzeti hatáskör. A mostani szuper mérföldkövekbe is olvasható egy olyan kitétel, elvárás vagy kiolvasható belőle, hogy az uniós jogot fejebb valónak tekintik a nemzeti jognál. Holott ez nem csak Magyarország esetében, vagy nem csak Lengyelország esetében vetődött föl, a német alkotmánybíróság is kimondta, hogy nagyon sok esetben a tagállamoknak joga van meghatározni bizonyos irányokat, és abba az Európai Uniós jog alárendelt. Így van. Ugye az Európai Uniós jognak az elsőbségére vonatkozó kérdés, az egy, az egy, nagyon fontos kérdés, és az elmúlt években egyre politikaibb vált ez is, és egyre inkább a napi szerepel. Ugye tavalyi évben a Lengyel Alkotmánybíróság kérdőjelezte meg például ezt az elvet, de azért azt nagyon fontos leszögezni, hogy ezt az elvet semmi nem mondja ki. Semmilyen Európai Uniós jogszabály nincsen, ami azt mondaná, hogy az Európai Uniós jognak általános elsőbsége van. Az Európai Uniós jog elsőbségére vonatkozó elvet az Európai Bíróság dolgozta ki, és ezt alapvetően értelemszerűen az Európai Uniós hatáskörök esetében lehet értelmezni. Tehát ami terület Európai Uniós hatáskörben van, ott értelemszerűen, mert úgy logikus és úgy tud egyedül működni az egész szervezetrendszer, értelemszerűen az Uniós jognak van elsőbsége a tagállami joggal szemben. Viszont ahol ilyen uniós hatáskörök nem azonosíthatóak, ott természetesen a tagállami jognak van elsőbsége, hiszen nincs is uniós jogszabály normális esetben. Ugye az EU, a német alkotmánybíróság számos alkalommal ment szembe egyébként az Európai Uniós jog elsőbségének az elvével. Szintén tavaly ebben volt egy döntése, ami az európai kötvénykibocsátásra vonatkozott. Ott például felülírta az alkotmánybíróság azt, amit az Európai Bíróság mondott, illetve közismert a Zolange döntés kettő ilyen döntése is volt a német alkotmánybíróságnak, amelyek a Zólánk hogy egy német szó mindaddig azt jelenti. Tehát alapvetően arról szóltak ezek a döntések, hogy mindaddig, amíg az Európai Bíróság szem, tiszteletben tartja a tagállami alkotmányos berendezkedéseket, addig a nemzeti alkotmánybíróságok nem fognak beleszólni, de ha megszegi ezt, a, ezt az elvet, akkor már ők is szembe fognak szállni ezzel a, ezzel a törekvéssel. Tehát ez is egy olyan vita, ami egyébként a következő években még nagyon sokáig lünk lesz és és egyre komolyabb politikai felhangokat fog kapni. Igen, ez egy olyan kérdés, ami ha szigorúan a jogértelmezési szempontból nézzük, akkor így van, azonban a az Európai Unió most már jó ideje nem a tehát jogi normák szerint viselkedik, hanem ilyen alapelvekre hagyatkozik. Itt említettem már a beszélgetés során a kopenhágai kritériumokat, amelyeket nem csak azt fogalmazza meg, hogy egy Európai Unióba igyekvő vagy már ott lévő országnak piaszgazdaságnak kell lenni, hanem kell garantálni azt, hogy a média szabadságát garantálja, a kisebbségek, másképp gondolkodók, más értékrendőek, más identitásúak sem élvezhetnek hátrányt aztán hát ki mondja azt, hogy a igazságszolgáltatásnak a függetlenségét megköveteli. Na most ezek alapelvek. Ezek az alapelvek, hogy való igaz, hogy a jogi paragrafusokban hát nem feltétlenül vannak be, nem teljes körülön vannak benne, de az Európai Unió úgy értelmezi, hogy ezt ő megkövetelheti, és hát kvázi ehhez minden esetben nincsen leírt jogalapja. Na de most az Európai Unió nem is a jogelvek mentén működik, hanem a, az erő Fitoktatást alkalmazza, és egy olyan struktúrát épített ki ide, Kelet-Európa felé az Európai Unió, amely a nemzeti kormányoknak a nemzeti, parlamenteknek a trónfosztásával jár, tehát tehát lecsökkenti a nemzeti kormányoknak a jogkörét, de még a parlamenteknek a jogkörét is bizony, tehát bizonyos keretek közé szorítja. Most nem akarunk ugye elkalandozni a beszélgetésbe, de hát egy ilyen beszorítása a nemzeti parlamenteknek a költségvetési jognak a nem teljes körű gyakorolhatósága, kiesült Magyarország esetében is ebbe belefutottunk, hiszen hogyha kritériumokat rakunk a költségvetés számszaki teljesülésére vonatkozóan hiány, államadóság, infláció, akkor Ezt egy... hívjuk Maastrichtnak. Maastrichti kritériumok, akkor a Magyarország gyűlés nem a úgymond a népfelség elve alapján, ami a magyar alkotmányból eredeztethető, tehát nem az alapján dönt, hanem, hanem lényegében meg akar felelni valaminek. Ezt egy jogász professzor kollégám úgy mondja, hogy, hogy az Európai Unió, mint föderális szervezet lép kompetenciák nélkül, ó, oh, ne tehát nem, nincs, nincs meg az a, még sincs meg az a jogköred, de, hát itt a, itt a politika meg az erő diktál ezekben a tárgyalásokban, illetve gyakorlat alkalmazásban a keret európaiak felé. És itt bizony egy, egy, egy szinten vagyunk sajnos közel a lengyelekkel, tehát őket is ugyanúgy sajargatják. Érdekes móda a csehek esetében most volt egy kormányváltás, most pont az, hogy ne legyen holnap döntés a, a magyar pénzekről, tehát a magyar helyreállítási alapból pont a csehek igyekeztek ott, ott be és sürgülődni oda, hogy válasszák le a magyar ügyet, hogy arról döntsünk, de ne egy csomagba döntsön a bizottság más ügyekről is, vagy ne egyszerre, ne roncsák ott a magyarokkal a levegőt, és, és tehát teljesen te azt kell mondjam, hogy a lengyeleken kívül most úgy e kérdésben nem, nem, nem nagyon látok olyan hűszövetségeseket itt a közép-európai térségből. Ugye alapvetően az erő kérdésé az abszolút döntő jelentőségű, és ezzel teljes mértékben egyetértek, és egyébként az Európai Uniós szervek azok olyannyira nyíltan teszik ezt, hogy, hogy meg sem próbálják azt a látszatot kelteni, hogy ők betartanák az Európai Uniós jogszabályokat. Itt nagyon hosszan lehetne sorolni egyébként a jogsértéseket olyan apróságoktól, hogy a szerkenteni jelentés kapcsán valójában nem, lett, nem volt meg az szükséges többség, de ők mégis úgy értelmezték, hogy megvan odáig, hogy ugye Magyarországnak a kohéziós alapba kifejezetten, de más pénzek is járnak, tehát hogy ez nem arról szól, hogy a bizottság úgy dönthet, hogy a de vagy nem, hanem ezeket mindenképp ki kellene fizetnie, és ehhez képest úgy tesz, mintha ez az ő kegyén múlna, és valóban minden ilyen alkalommal egyébként az Európai Bíróság az készséggel a bizottságnak a segítségére siet, és érdekes módon mindig olyan jogértelmezésekkel áll elő, amelyek ezt utólag mégis jogszerűnek tüntetik fel. Tehát ö, alapvetően itt a jogszerűség vagy a legalitásnak a kérdése az az európai intézményeknek a szintjén elég mérsékelten merül fel, és valóban sokkal inkább az erőpolitika határozza meg a, a döntéshozatalt az a, valóban egy érdekes kérdés lesz, hogy ha holnap, lehet, hogy aztán még persze levecik a napirendről, de a mostani állás szerint napirenden van a magyar ügy holnap. Ez azt jelenti, hogy, hogy szavazás lesz, és ez azt jelenti, hogy ki fog derülni, hogy ki hogyan szavaz, és akkor tényleg már nyíltá fognak válni ezek a kártyák, nyíltá fognak válni, hogy Ja, nyilván arra számítok, hogy Lengyelország meg fogja szavazni, azt, hogy Magy tehát Magyarország mellett fog szavazni, hogy pontosan fogalmazzak, tehát el fogja utasítani a felfüggesztést, és aztán Meglátjuk, hogy lesznek én -e még olyan ö, tagállamok, akik hasonlóképpen szavaznak, és meg lesz a blokkoló kisebbség. E, a, ha holnap, ha nem holnap, amikor ez a szavazás megtörténik, az bizonyos tekintetben az igazság pillanata lesz ebből a szempontból. Igen, és meglátjuk az igazságot. Történelmi tapasztalataink vannak a, annak vonatkozásában, hogy az európai politikába egyrészt a erőpolitika és a másodszorban pedig az értek érvényesül. Ilyen történelmi nárkolók, hogy amikor a magyarok a oszman birodalommal megkötötték a szegedi békét annak reményében, hogy a déli határokat termentesítsék a török csapatok nyomása alól, és pont nyugat-európai, pápai és más egyéb sugallatra a magyar királyság felrúgta ezt a szegedi békét. És <tosz> tehát nyugati sugallat volt, hogy nekös rugjátok rúgjátok fel a békét, majd segítünk benneteket, és ebben a felrugás békének a felrugása után, mikor a Oszpán Birodalom középkeletről hozta a csapatait a, a és a Dardanellákon, velencei kalmárok egy dénárért hozták át a katonákat, tehát érdeket láttak, tehát erőpolitika és érdek. Hát nehogy így járjunk. Maradva akkor Most. még a történeti szálnál az Európai Unió, vagy elődje az európai közösség kezdetétől az kérdés, hogy az európai közösség az erős nemzetállamok közössége, vagy az Európai Egyesült Államok. Tehát egyfajta ilyen föderális államalakulatként lehet elképzelni. Most, amit magyar szempontból, hiszen a pénztárcánkra megy a játék, egy újabb felvonását látjuk ennek a párharcnak. Igen, rövid válasz az, hogy igen, ez tulajdonképpen valóban a kezetektől fogva zajlik ugye itt tulajdonképpen az alapítóatják sem voltak teljesen egységesek abban, hogy, hogy föderális államot vagy csak nemzetek közötti együttműködést szeretnének. Nyilvánvalóan, ami létrejött, az nem tud más lenni jelenleg, mint nemzetek közötti együttműködés, ha formálisan tekintjük. De ugye arról meg már beszéltünk, hogy milyen nyomásgyakorlás, milyen jogsértések, milyen erőpolitika zajlik, ebben a tekintetben pedig egyre inkább a föderalizáció irányába nyomják az európai szervek az uniónak a működését. És ebben a tekintetben az gondolom, hogy vigyázó szemünket a tengeren túlra kell vetnünk, azért, mert az amerikai Egyesült Államok, bár kezdetektől fogva államként, tehát ott, a sosem volt kérdés, hogy egy szövetségi állam létrejön, mint Európában, ugye ez egy vitát képez jelenleg, de az, hogy a szövetségi államon belül hogyan osztanak meg a szövetség és a tagállami hatáskörök, az az amerikai Egyesült Államokban is évtizedek, évszázadok óta folyamatos viták tárgyát képzi, és ott is nagyon hasonló képpen vannak azok a jobb Erők, akik több tagállami hatáskört szeretnének megőrizni, és vannak azok a baloldali erők, akik több szövetségi hatáskört szeretnének létrehozni, és van egy bíróság, amelyik időnként ezeket a kérdéseket többnyire a baloldal javára eldönti. Ugye idén most pont más látunk, hiszen most jobboldali többség van a legfelsőbb bíróságon, és jobboldali szempontból kedvező döntések születnek. De a lényeg az az, hogy, hogy nagyon sok tanulság van az amerikai történelemben ebből a szempontból Európára nézve, és ott az volt az egyik fő tanulság, hogy mindig azért egy kicsit több föderális hatáskör, tehát mindig egy kicsit gyengültek a tagállamoknak a szerepe, és hogyha itt Európában ezt szeretnénk elkerülni, azt gondolom, hogy mit Magyarországon a legtöbben szeretnénk ezt elkerülni, és szeretnénk megőrizni az Európai Uniót nemzetállamok közötti együttműködésnek, akkor itt nagyon nagyon figyelni kell arra, hogy hova próbálják beszuszakolni, trükkökkel, vagy egyéb módon be tenni azokat az intézkedéseket, amik aztán végül több hatáskort emelnek Brüsszel kezébe. És pont ugye a következő ilyen vitapont az az Ukrajnának szóló közös hitelfelvételnek a kérdése, ami szintén most elég aktuális. Ez, hogyha valóban megtörténik, akkor egy újabb lépés lesz az Európai Uniónak a föderálisá válása mellett. A közös hitelről még szót fogunk ejteni, illetve hogy ez mennyire mozdítja el a föderális irányba az Európai Uniót, de még előtte az európai közösség is az gazdasági alapon lett létrehozva. A cél az az volt, hogy a világ gazdaságba verseny társa legyen Kínának, vagy éppen az Egyesült Államoknak. Leszűkítve a helyreállítási alapot Lengyelországra vagy Magyarországra, ez versenyképességi kérdés, hogy ez a két ország megkapja. Igen, versenyképességi kérdés. Vagy versenyképességi kérdés is. Tehát nem gyengíthetné magát az Európai Unió, mint szövetség, mint világgazdasági térség. Azonban ott mennék azért vissza, hogy a, az Európai Unió, amikor létrejött, illetve annak a jogerődjei jogelődjei, szén- és acélközösség, akkor hát ott lényegében az volt a, az volt a kiváltók, hogy a második világháború után egy ilyen békés gazdasági helyreállítás állítás a francia és a német nemzetnek a gazdasági érdekeit összehangolva, nehogy egy harmadik világháború, egy világégés kiindulhasson a német-francia ellentétből, tehát a háborúnak az elkerülése. Tehát, hogyha kereskedünk egymással, kisebb esély van a háborúra. Tehát azért ebből induljunk ki alapvetően. Most azt, hogy hova fejlődött, hát kétségtelen, hogy Jól prosperált a Európai Unió, olyannyira, hogy jó két évtizeddel ezelőtt már meg is fogalmazódott a Lisszaboni Stratégia, amelyben az Európai Unió világosan deklarálta, hogy a világgazdaság legfejlettebb régiója kíván lenni. Na most hát látjuk az elmúlt időszak alapján, hosszú évek alapján, hogy ez nem sikerült az Európai Uniónak, és nem is fog sikerülni. Egyrészt a a társadalmi mozgolódások, társadalmi mozgások, a migrációt nem tudja lényegében kezelni, a gazdasága nem versenyképes, hát Kínával végképp nem versenyképes, de az Egyesült Államokéval sem versenyképes, Amerika Egyesült Államoknak nyomasztó a európai gazdasági térbe való térszerzése, piacszerzése, és a, az Európai Unió visszaszorul. Annak idején, mikor ez év, mondjuk tíz évvel ezelőtt, ez már úgy prognosztizálható volt, én is többször foglalkoztam, az írásaimban ezzel, de még nem volt migráció, akkor úgy fogalmaztam, hogy hát a világgazdaság legfedettebb régiója ugyan nem lesz az Európai Unió, de minden esélye megvan arra, hogy a világnak egy békés, békés jól élhető térségi, térsége marad. Tehát itt Európában azért magasabbak a a környezetvédelmi sztendernek, mint Kínába. Itt jobbak a munkásoknak a érdekképviselete, a jogi, jogi, védelme, a munkaerőnek a jogi védelme, a egészségügyhöz való hozzáférés is erősebb, mint Kínába, ahol ugye nincs is nyugdíjrendszer, meg ingyenes orvosi ellátási rendszer sem. Tehát meg annyi, meg annyi biztonságot jelenthetne, tehát környezetvédelmi szempontból is itt nem szennyezzük annyira a levegőt, mint Kínába. És, és így tovább, és így tovább. És tehát, hogy, hogy egy minőségi élhet tér lesz az Európai Unió. Na most jött egy olyan tíz évvel ezelőtt körülbelül a migráció alaptavasz következtében felszabadultak az észak-afrikai népek és elindultak Európa felé, ezzel az Európai Unió nem tud mit kezdeni, a másik pedig a Covid járványtól, orosz-ukrán háború gazdasági hatásaitól eltekintve még ezek előtt, tehát 2020 előtt jóval, tehát látszott, hogy az Európai Unió gazdasága lemaradt az Egyesült Államokhoz képest. Későn, a 2007-es válságnak a konsolidációjába is helyre a problémák kiküszöbölésébe az Európai Unió központi bank, európai központi bank jelentős fázis késéssel indult. Amerikában meg is történt a Fed jó a pénzügyi konszolidáció a 2007-es as válság után. A 2014-ben emlékszem, pont Londonban voltam akkor jött egy döntés a Európai Központi Bank részéről, hogy a, a Európai Centrális Bank is alkalmaz majd ilyen lazító intézkedéseket, meg egyebeket, kamatpolitikába változtat, segélyeket ad, kedvezményes hiteleket biztosít a vállalkozások részére, államkötvényekkel segíti a bajba lévő országokat. Megjegyzem, 2011-12-ben az Egyesült Államokban a válságnak már a jelei csak foszlányokba voltak meg. Akkor most megint csak egyfajta megfejtés vagy javaslata az Európai Unió illetékes szerveinek az az integráció, hogy az integráció fokozása. Lentne Csaba is, ahogy elmondta, a gazdasági válságból ott az eurózónának a megerősítése volt egyfajta kiút a COVID-járványnál, közös vakcina beszerzés. Most az orosz-ukrán háború kapcsán az Ukrajnának szánt 15. 18 milliárd eurós hitel. És most leszedve erről a politikai szállat, vagy megpróbálva megtisztítani, vagy a morális történettől, ez egy újabb lépés az integráció felé, a föderáció irányába vezető úton? Hát azt láthatjuk, hogy az Európai Uniós szervek részéről már, már reflexzerű reakció, hogy minden nehézségre, minden válságra azonnal egy több Európát szlogennel válaszolnak, és minden leválságban meglátják azt a lehetőséget, ugye, ha jól tudom, Churchill fogalmazott úgy, hogy soha ne hagyd ki egy, azt a lehetőséget, amit egy válság elé tesz. Tehát a Brüsszel nem is hagyja ki ezeket a lehetőségeket, és, és mindig megpróbál több hatáskört saját magához vonni. És egyébként így van, tehát a közös hitelfelvétel erőtelen professzor úr még többet tudna beszélni nyilvánvalóan, összeköti még inkább egymáshoz a tagállamokat, és még inkább a saját mozgásterüket csökkenti. Úgyhogy ezek a, ezek a folyamatok egyértelműen zajlanak, és az, hogy az Európai Parlament most nyomás alatt tartja a bizottságot, hogy sem Lengyelországnak, sem Magyarországnak egyébként ne adjon pénzt, ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a bizottság döntései mögött egy ilyen motiváció is fennáll, hogy az Európai Parlament valójában kiabál a part, vagy a, a mellől, hogy, hogy ne adjon semmiképp se pénzt nekünk. Sőt, különböző határozatokat is elfogadja. Így van, a és ez azért van többek között. Egyrészt ugye nyilván a parlament is szeretne a bizottsághoz képest egy jelentősebb szereplővé válni, tehát van egy belső hatalmi harc és a két szereplő között, de az Európai Parlament a legfőbb helyszíne azoknak a föderalista törekvéseknek, amik a nemzetállamok hatáskört szeretnék szűkíteni, és ebből adó minden olyan kormányt szeretnének szigorúan megbüntetni az Európai Parlament baloldali többsége legalábbis, akik a nemzetállamokat, a szuverenitást képviselik, tehát ebben a tekintetben nyilvánvalóan ez a küzdelem is zajlik, és az, hogy Magyarország kap-e pénzt, mennyit kap, mennyit nem kap, ezek, ezek ebben a keretben is értelmezendőek, sőt azt gondolom, hogy elsősorban ebben a keretben értelmezendők. Ez csak tennék hozzá egyetértve mindennel, amit a kolléga úr elmondott, hogy tehát itt a jogi kritériumok, amiről oly sokat beszéltünk a mai napon, hogyha ezek Magyarország részéről teljesülnének is. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió venné magának a bátorságot, hogy afelé vigye el a nekünk járó pénzeknek a lefolyósítását, hogy mi milyen részt vállalunk abba a kockázat közösségbe, amelyet az Európai Unió Ukrajnáért vállal tehát a közös európai hitelfelvételbe az olaj- és gázszállítmányoknak a visszautasítását várták tőlünk korábban is, de ugye egy sikerült elérni, hogy vezetéken mi tudjuk vásárolni az oroszoktól a földgázt, illetve az olajat. És tehát ennek, ennek a folyamatnak én, én mindaddig, amíg ez a baloldali többség van az Európai Unió döntéshozóinál, döntéshozói körében, ez a baloldali szemlélet érvényesül, addig hát Magyarországnak örök problémái maradnak a Európai Unióval. Tehát én csak akkor látom, hogyha Európában egy, egy ilyen jobboldali visszarendeződési folyamat, hogyha elkezdődne, akkor az Európai Uniónak is a parlamentnek, Európai Parlamentnek megváltozhatna a a gondolkodása, a döntési mechanizmusa, tehát hogy mit várnak el tőlünk. Egy a lényeg, hogy az Európai Unió itt hibásan gondolkodik, az én álláspontom szerint, mert beszállt egy olyan háborúba, ami eredendően két szláv népnek a testvérháborúja, és beszállt egy olyan érdekmechanizmusba, amely, amelyel Oroszországot akarja szankcionálni. Na most ez az Oroszország elleni szankciókkal idáig semmit nem értelme, Oroszország ebből óriási külker fizetési tudott felhalmozni, tehát az olajnak az ára az egekbe szökött. Na most ezt folyamatosan, hogy erőlteti az Európai Unió, és ránk is akarja vetíteni, aminek mi, mi még idáig ellentáltunk, és szerintem ezért is nincsenek még a pénzek itt Magyarországon. Én azt gondolom, hogy amerikai érdekeket szolgál. Tehát itt a versenyképességről beszéltünk. Ezzel a szankciós politikával, amit az Európai Unió alkalmaz, az Egyesült Államoknak a versenyképességét növeli. Hiszen ott van a Palaula, amerikai palaolaj, palagáz, köztudó dolog, hogyha a világpiacon 60 dollár fölött van a hordonkénti olajár, akkor már. és szerint december 5 étől érvényes az igen, orosz. Olaját. Igen, csak az, az a bökkenő, hogy, hogy aki veszi az olajat, az akarja megmondani, hogy 60 dollárért veszi. Tehát itt, a, ha én van valami, amire nekem szükségem van, akkor azt az eladó szokta megmondani, hogy mennyibe kerül, nem pedig a vevő mondja meg az eladónak, hogy 60 dollár. Tehát ez ez tehát nevetséges. Na, ilyen lépésekkel az Európai Unió, mondhatom azt, hogy az Egyesült Államok érdekeit képviseli. Tehát a palaolaj meg fog ugrani a gáz meg a kőolajnak a, a világpiaci ára pillanatokon belül. A, ma, lép, ma lépett egyébként hatályba ez a szankció, és hát az amerikai ér az, hogy minél több palaolaj, palagáz legyen, és az amerikaiaktól függön, többek között Európának a ellátása, energiaellátása. Tehát ez, ez nem jó folyamat. Ehhez mi miért asszisztáljunk? Így van, tehát nem az a probléma, hogy az Egyesült Államok képviseli a saját érdekeit, hiszen miért ne tenni? Az a probléma, hogy Európa nem képviseli a saját érdekeit. Így van. És meghajol más érdekek előtt, tehát azt kellene középpontba helyezni, hogy Európának milyen érdekei vannak ebben a konfliktusban, és azt szerint eljárni.